Kedves és tisztelt hallgatóim, kőszegiek, kőszeg, görnyékiek, nyugat-dunántúliak, mint magam is nyugat-dunántúli, ezzel a szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Azt most nem mondom el, hogy hogy estem áldozatul, hogy itt a kocsmába kötöttem. Ugye egy jó kocsma, mindig nyugodt lányom, csak szellem és lélek is jelen van. Ezt a címet adtam én a ma esti előadásomnak, Ferenc pápa és a kereszténység helyzete. Egyszerűen azért kedves hallgatóim, mert abban a hangzavarban, ahogy erről írnak, beszélnek, nyilatkoznak, az az embernek az érzése, hogy akik szólnak, vagy akik vitatkoznak, nem is tudják, hogy tulajdonképpen miről beszélnek. És lehet, hogy én most csalódást fogok okozni az én kedves hallgatóimnak, de én nagyon egyszerűen közelítem meg ezt a kérdést. Megpróbálok, mert nem tudom megtagadni magamat a történelem tanát, hogy egy kis történeti összefüggést is, és igyekszem úgy összeröffenteni, úgy összefogni a mondandómat, hogy utána egy nagy kettős pont legyen, és ha esetleg kérdés, kiegészítés van, akkor ezt megtehessük, és valóban úgy, ahogy a professzor úr mondta egyébként, Viszilősz professzor úr bűnös, mert sok évi barátságunk, kapcsolatunk révén. Egyik kérdésre így hívott meg. Ha megteszenek engedni, egész délután nem szokta a roma a mászkálást, én kicsit elfáradtam, leülök, de remélem, tetszenek hallani mindenit, ugye? Mert ez nagyon fontos, hogy a szórakozott, hogy az előadott. Kedves hallgatóim, a vázlatom, hogy a logikáját, ha én el is veszítem, de önök azért tudják követni, az első egy helyzetkép, mit akar az egyház Jézus közössége? Mi is az egyház tulajdonképpen? Mit mond az egyház saját magáról? Ezt nem szoktuk meghallgatni. Aztán Jézus Krisztus egyházának zarándok útja a történelemben, egy rövid történeti betét, hogy a kezdettől a mostani helyzetig értsük, hogy miről is van szó, és aztán természetesen a kereszténység ma, és a kereszténységen belül a katolikus egyház. Ötödik pont, Ferenc a ma kihívásai közepette, itt már jelzem is az, hogy itt azért egy jelentős feszültségről van szó, és egy nagyon szerény hazai példát hozok, hogy ez hogyan mutatkozik meg ma, adott esetben egy püspöknek a megnyilatkozásában, majd pedig az összegzés. Engedjék meg, hogy nagyon röviden bemutatkozzak. Polgári néven Várszegi Imrének születtem, 18 éves korban szerzetesi névként kaptam Legányi Norbert főapátunktól az Astrid nevet. És ez abból a megfontolásból, mert ez nagyon fontos, hogy az ember honnan jön, abból a megfontolásból kaptam, hogy én úgy gondoltam 1964-ben a szocializmus sűrűjében, hogy ebben a nyomorult országban a kereszténységnek újra kell kezdeni minden. És ha újra, akkor misszionáriusokra, evangelizátorokra van szükség. És ez az Astrid 1000 évvel ezelőtt a Magyar Egyház megszervezésében Szent István királynak lehet így mondani munkatársa volt, és így kaptam eredetileg mi a Domonkos atyával Ciril és Metódot akartunk, de ugyanebből a megfontolásból, hogy kezdjünk előről mindent. Történelem német szakos tanár vagyok, ez üt állandóan vissza szavaimba és a megközelítéseimbe. Teológiát én annyit tanultam, amennyi a papszentelésemhez kellett, meg utána hozzáolvasnom. Amikor kineveztek püspöknek, akkor megnéztem a kánon jogot, hogy nem akadálya az, hogy itt püspök legyek, mert szerettem volna kikerülni. És a kánon jogban az volt, hogy a főszentelendő püspök szerény teológiai tudással rendelkezik. Hát mondok, most félretére alá, de ennyi azért van, úgyhogy aztán beleugrom. Úgyhogy ennyit a bemutatkozáshoz. Tanítottam, tanítok, főapádi napjaim
hát el szívvel mondom, meg vannak számlálva, nyugdíjba készülök, és még maradok, de amint tetszenek látni, a mosolyomban, hogy azért ezzel nem siránkozom. Valamiért az ember hálának befejezheti. Kedveseim, élethelyzet, ezt írtam föl. Mindannyian valljuk magunkról az, hogy mai, azaz modern emberek vagyunk. Nem régiek, nem jövőbeliek, hanem ma. Millió információt kapunk. Ki hol? Ha a háziasszony a Kossuth Rádiót hallgatja, vagy a Bartókot, vagy bármi, a kütyét előveszi, internetezik, dől felénk az információ. Naponta hallunk is az egyházról. Ne üsse bele az orrát a politikába, politizáljon mindenki. Menjen a karitatív területre, ott fejtse ki tevékenységét. A pápa ezt csinálta, a püspöki kar azt sem lehet. És nekem az az érzésem, hogy halljuk, időnként ellenállunk, tiltakozunk, és tulajdonképpen nem is tudjuk, hogy miről beszélünk. Vagy hogy az egyház mit akar. És éppen ezért bocsássák meg, hogy nagyon egyszerűen a gyökeréhez menjek a dolgoknak. Azt mondtam, élethelyzet, következő napi rendipontom, életérzés. A ma emberei vagyunk. Szeretnék mindannyian élni, méghozzá boldogan, szabadon, lehetőleg jó létben, jó módban, békességben. Ezen vágyaink ellenére életünket megoldatlan kérdések szorongatják. Majdnem mindannyian félünk. Belső feszültségeket hordozunk, és ez a családból, a munkahelyből, a társadalomból, a TV közvetítésre, ez ezer helyről jön. Sokunknak gondja a mindennapi kenyér, a betegség, a magány, az elidegenedés, annak a tehetetlensége, ahogy a másik tönkre megy mellettünk, és hiába szeretjük, szinte nem tudunk semmit se tenni érte. És végül, ha tagadjuk is, és menekülünk is előle, a halálnak a kérdése. Keresünk, vagy nem keresünk, választ kellene ezekre a gyötrő emberi kérdéseinkre találni. Szembe találkozunk az emberi élet örök kérdéseivel, ez minden korok, minden emberét gyötri. És akkor joggal jön most az első témám kérdése, mit akar az egyház, Jézus Krisztus közössége? Az emberiség számára egy lehetőséget, egy alternatívát kívánni, fölkínálni, fölajánlani, hogy mindezeket az szorongatók és egyetemesen mindenkinek emberi gondjait az élete valamelyik szakaszában megoldja, erre fölkínálja a lehetőséget. És egy név kötődik ehhez a lehetőséghez, Jézus Krisztus, aki azt mondja, hogy aki hisz bennem, még ha meghal is élni fog. A benne hívőket egyháznak mondjuk és nevezzük. És ez az egyház valamikor a történelemnek egy meccés pontján elindul, egy maroknyi kis csapatként, nem szakszervezet, nem párt, hanem hívőknek a közössége, akik valami nagyszerű, örömtelit, megváltót megértek, megtapasztaltak. És egymással is köteléket, kapcsolatot teremtve kialakítottak maguk körül, és bármikor ki tudnak alakítani maguk körül egy olyan környezetet, olyan milliót, amely élhető, amelyben szabad, boldog az ember, ahol gondoskodnak a gyermekekről, nevelik, tanítják a gyerekeket, és nem taszítják ki a felnőttek, az öregeiket se, mert az öregekről is gondoskodnak. Igazából véve, ha nagyon szorosan veszem, isteni kultuszt
mert Jézus Krisztus nevében jönnek össze imádkozni, gyakorolnak, de ebből az isteni kultuszból mindig egyfajta emberi kultúrát tudnak létrehozni. Most nagyon gyalog hasonlattal, olyanok, mintha vennénk egy számos pohár tejet, kefirgombát teszünk bele, és két napon belül ez a kefirgomba átjárja a tejnek az anyagát, és fogyasztható, ehető kefir lesz. És akkor azt mondom, hogy az egyház egy sejt, amely növekszik, amely hálózattá tud alakulni, és ez a hálózat tulajdonképpen Jézus Krisztus születésétől, illetve az egyház indításától napjainkig tart egy hatalmas történelemmel rendelkezik. Ezért igazából véve azt akartam csak tudatosítani az én kedves hallgatóimban, hogy akkor, amikor keresztény hitről beszélünk, amikor Isten nevéről beszélünk, az életről, az emberről, boldogulásunkról, a nagybetűvel írt emberről és az emberiségről van szó. A Biblia ezt egyetlen szóval fejezi ki, ezt az üzenetet, hogy üdvösséget. Tehát az, hogy mindannyiunknak evilági és örök üdvösségét akarja művelni. Ebből mindjárt az is következik, kedves hallgatóim, hogy az egyháznak nem feladata, hogy megoldja egy társadalomnak a szociális kérdést. Nem feladata az, hogy az összes iskolát, óvodát is, mert nem kulturális programmal jött ebbe a világba. Nem gazdasági, technikai, akadémiai, és még lehetne sorolni, hanem mit akar rendbehozni, vagy összehozni az Isten és az ember kapcsolatát, és az embernek az önmagához való kapcsolatát, és az embernek a másikhoz való kapcsolatát. Ezek az alaplépések, amelyet minden embernek valamilyen módon tisztázni kell. Sokan ismerik közülünk, akiknek ne, aki nem, röviden megemlítem, az írástudó, kérem az ókorban is voltak értelmiségiek, ezek mindig okoskodnak a kérdezőben. Ezekkel nem lehet sose betelni. Oda megy Jézushoz az ókori írás, és az egy mester. Azt mondják, és te is azt tartod, hogy te az igazságnak a szavait birtoklad és mondod. Hát most mondd meg, mit kell csinálnunk tulajdonképpen, hogy mi megkapaszkodjunk ezen a földön. Mit akar az Isten? És akkor a mester válaszol igazából véve egy mondatban. Szeresd a te uradat, Istenedet, teljes szívedből, lelkedből, egész valódból, lényedből, és az embertársadat, aki olyan, mint te, mert olyan, mint te, mint saját magad. És igazából véve a jézusi tanítás is ezt a fajta kapcsolatrendszert próbálja tisztázni, megszilárdítani, és ez a mi emberi életünk idegen szóval az alfája és az omegája. Hogy viszonyulok saját magamhoz? Önzően, kizsákmányolóan, gyűlölöm, hogy elfogadom magam. Ez már tükrözi azt is, hogyan viszonyulok a másikhoz. El tudom elfogadni, elutasítom, és így tovább hosszan lehetne erről beszélni. És az, hogy az élet az olyan, hogy van az életnek egy olyan szakasza, érzékenyítő pontja, lehet az öröm, és lehet az a szenvedés, de lehet a semleges pillanat, amikor az embernek rányúlik az érzékenysége Isten valóságára, és az Isten megnyilvánulására is választ kell adni. Erről van szó, amikor az egyház indul, az embereknek örömhírt hirdet, hogy van egy lehetőség, van egy megoldás, és ezt próbálja elmondani. És csak azt tudja elmondani a másiknak a felszabadító örömhírt, aki maga is megtapasztalta és megérte.
Ha most ezt nagyon le akarom fordítani. Aki megtapasztalta Istent, az még ha dadog, akkor is tud róla beszélni. Ha nem volt ilyen belső élménye vagy tapasztalata, akkor akár magas teológiát is végezhet, már melyik minősített egyetemen, csak pengő érts és cimbalom, semmit, mert nincs mögött a meggyőződés, a tapasztalat. És akkor a kereszténység ezzel az üzenettel próbál megindulni a világba, és mit mond magáról, és most egy picit ezt szeretném röviden körbe, mit mond magáról az egyház? Azt mondja, hogy kedveseim, pénzbegyűjtő hely vagyunk, a jó létet akarjuk. Nem. Először is Jézusnak vannak csodálatos tanításai. Ha nem olvasták volna még az én kedves hallgatóim az evangéliumokat, reszkírozzák meg. Érdemes. Annyi mindent olvasom, erre érdemes időt. Jézus így folytatta a beszédét. Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Ezt az alternatívát, amivel kezdhetünk az életet. Vagy milyen példázatba foglaljuk? Olyan, mint a mustármag, amikor elvetik a földbe. Kisebb minden magnál a földön, miután pedig elvetették, megnőtt, és nagyobb lesz minden beteményünk. És olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. Kedves hallgatói, az egyház nem más, mint mindig egy újrainduló ilyen kis mustármag, minden nemzedékben újraindul, hatalmas fábátuk, és ennek a hatalmas fának az ágai közé mi is oda tudunk menni, és ágat tudunk szerezni. Ez így növekszik, így adódik tovább a történelemben. És hogy mit csinálnak a keresztények a világban? Egy korai keresztény iratot idézek, ez is csak arról beszél, hogy nem egy meghatározott programmal, de egy meghatározott élménnyel indul a keresztény a világba. Ez pedig a Diognétoszhoz írt levél. Ez olyan korban fogalmazódik meg, amikor feszültség van a kereszténység és a zsidóság, kereszténység és a pogányság viszonyában. Mit ha ma lennék? A keresztények nem különülnek el a világtól, sem faji, sem nyelvi szempontból. Csupán hitük és erkölcsük különíti el őket. Idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen számára. Ahogy a lélek élteti a testet, úgy éltetik a keresztények a világot. Azért jelent meg későn a kereszténység, mert így akarta tudatosítani Isten, hogy nem tudják megváltani önmagukat. Az ember törekvése, minden törekvése arra, hogy saját magát meg tudja szabadítani. A kereszténység Isten szabadításáról, Isten jó hírről beszél. Mit mond az egyház magáról? A II. Vatikáni zsinatnak van egy csodálatos definíciója, meghatározása. Ezt mondja, Krisztus a nemzetek világossága. Ezek kedves hallgatóim képek, de a képek mindig többet mondanak nekünk, mint az elmond szavak. Krisztus a nemzetek világossága. Az egyház minden embert szeretne megvilágosítani azzal, hogy minden teremménynek hirdetni az evangéliumot, azaz az életnek, a megváltásnak ezt az alternatíváját. Az egyház, mint egy szentsége, az a jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének. Röviden, magyarán, az egész egyház célja valósan az, hogy téged személyesen a közösséggel, az imádsággal, a közösség megélésével és annak minden módozatával hozzásegítsen ahhoz, hogy neked is elnézést azért az egyszerű Isten tapasztalatod és Isten élményed legyen. És hogyha ez a személyes kapcsolat működik, akkor az életed is működik.
valljuk meg mindannyian, voltunk már szerelmesek, ugye? Ki korábban, most, stb. Micsoda motiváció, hajtóerő az, amikor az emberben a szerelem, a másik iránti szeretet hajt és motivál. Hát itt, ebben a kapcsolatban az Isten szeretetről van szó. Szent Ágoston egyházatja azt mondja, hogy amor Dei gustiat contentum sui, az Isten szeretete egészen addig, hogy megfeledkezzünk magunkról, és az önszeretet addig, hogy megfeledkezzünk Istenről. Igazából ez a választás, ami elé az élet állít bennünket. És azért, mivel az egyház így gondolkodik önmagáról és a küldetésről, ezért tettem címem, tehát az, hogy Ferenc pápa és a kereszténység helyzete, alcímnek a zsinati dekrétumnak a kis bevezetőjét, mert ez mutatja az egyháznak azt az attitűdjét, azt a hozzáállását, ahogy a világban próbál jelen lenni, az öröm és remény, a gyász és szorongás, amely a mai emberekben, főként a szegényekben és a szorongás szenvedőkben él, Krisztus tanítványainak öröme és reménye, gyásza és szorongása, és nincs olyan igazán emberi dolog, mely visszhangra ne talál a szívünkben. A tanítványok közössége ugyanis emberekből, sőt, Krisztusban egységet alkotó emberekből áll, akiket a lélek irányít az atyaországa felé vezető zarándokutat, és megkapták a jó hírt, hogy azt mindenki elmondta. És akkor itt egy témaváltás a következő. Jézus Krisztus egyházának a zarándokutja a történelem. Egyházat mondunk, és nem is gondoljuk azt, hogy milyen bonyolult valóság az, hogy egyház és kereszténység a történelemben. Föltenném a kérdést, milyen volt az egyháznak ez a 2000 éves zarándokútja, illetve tart, mert itt vagyunk még, göröngyös és tele szenvedésekkel és szakadásokkal. Nem szabad elfelejtenünk, hogy amikor az apostolok Jeruzsálemből kiszakadnak a zsidó hívő közösségnek a szívéből, zsidó szektának tekintik őket. Amikor elkerülnek Jeruzsálemből, meg elbűnözik, akkor asszimilálják a hellén kultúrát, és igazából véve ezen kultúra közvetítésével érik világvallássá a kereszténység. Még tovább megyek, akkor is már voltak szakadások, de a római birodalom biztonsága és keretei annak ellenére, hogy üldözték őket, mégiscsak lehetőséget nyújtott arra, hogy a kereszténység elterjedjen. És egy klasszikus, nyugodtan mondta, hogy mediterrán vallásos jelenség volt a földközi tenger környéke az, ahol először a keresztények a maguk gyülekezetét meg tudták valósítani. Az első, ami nagy fordulatot hozott a kereszténység életében, 313 Milánó ediktum, amikor az üldözöttből elfogadott vallás, bevett vallás lesz a konstantini fordulattal, és akkor azt kell mondani, hogy a kereszténység bizonyos szempontból már egy kicsit sikkis lesz, és intézményes. Korábban elkezdődik ez az intézményesülés, de itt mégiscsak szabadott. És még egy kultúr, még egy funkciót is átvesz a kereszténység, egy összeomló római birodalomnak a romjai között megpróbál nem csak evangéliumot, hanem kultúrát is közvetíteni. És ez az, ami fölépíti a középkori Európát. Igen ám, de az egyház nem hatalmi struktúra, még akkor sem,
ha beleöltözött egy saját hatalmi struktúrájába. És ez a 16. században már gondot is jelent, ebből csak annyi, ha lehet mondani, haszna lesz az egyháznak, hogy a pápaság és a császárság nyugaton szétválik. És ez küzdelmet jelent végig a történelem folyamán, az egyháznak ez a különállása. A bizánci egyházban ez nem következik be, a bizánci egyház a bizánci császársággal együtt bizonyos értelemben megsérül és diaspóra helyzetbe kerül, de én most nem akarok itt a történelem részleteiben elveszni, csak azt akarom jellezni, hogy mindig jellegezték szakadások, de 1054 a keleti egyház szakadás, majd nyugaton belül, Nyugat-Európán belül 1517, tavaly emlékezték a reformáció, egy további szakadást jelent. És hogyha tovább hajtjuk és nézzük, látjuk azt, hogy a keresztény egyház, a kereszténység a változó világban jelen van, hol elfogadott, hol támogatott, hol üldözött, de akár melyik életfázisában van, a küldetése nem változik, mert az egyház nem a királyokhoz, a társadalomhoz, az előkelőkhöz, hanem mindig az emberekhez van küldetése, és az embereknek kell elmondani Isten szabadító jó hírét. És van, amikor a szegények, a kitaszítottak, a perembe jutottak kerülnek többségben, mint ahogy a mi világunkban is. A világ a 20. századra, így mondanám, több részre, elemeire esik szét, és e széteső világban szeretné a katolikus egyház megtartani azt a fajta küldetését, misszióját, ahol annak ellenére minden érték kérdőjelessé válik, bizonytalanná, ennek ellenére mégis Isten és ember, ember és ember kapcsolatot magasra, eszményien tartsa, a reményt megtartsa az emberekbe, és próbálja ezt közvetíteni mindenek előtt a megért hit példájával. A 20. század közepe ezért nagyon fontos a II. Vatikánusnak. Sokan nem értik. Ugye azt szoktuk, hogy a haladó gondolkodásúak a II. Vatikáni zsinatra hivatkoznak, a maradiak, a konzervatívak, hogy milyen szép volt régen. Miről van szó? A 20. század közepe az, amikor a kinyíló, globalizálódó világban a múlt is kérdésessé válik, és a jelen küldetése is kérdésessé válik. És a zsinat az szeretne szembenézni az egyháznak a küldetésével, hogy mi végre vagyunk a világra, hogy mit kell nekünk csinálni. Nem államokat, királyságokat, monarchiákat kell restaurálnunk, vagy őriznünk, hagyni kell azok szépen, omoljanak össze, jöjjenek létre más társadalmi formációk. Nekünk az emberek szívét kell megcéloznunk, megszólítanunk az Isten szeretetének az örömére. És amikor egyrészt szembenéz az egyház saját magával, a küldetésével, a zsinat, a II. Vatikáni zsinat, püspököknek, a pápáknak a zsinatot, akkor rájön arra, hogy a múltban nem mindig a képviselte úgy az evangéliumot, ahogy az evangéliumot, a jó hír spontán annak természetenek, ahogy Jézus Krisztus tette. És ezért jött el az az időszak, II. János Pál pápának időszaka, amikor elkezdett, most itt elsősorban a katolikus egyházról beszélek, és hát a pápa fogalmazta a bocsánat kérést. Bocsánatot kértünk azért, hogy a hitet, amelyet önként szabad lelkiismerettel
kell elfogadni, aki elfogadja, hogy azt erőszakkal terjesztettük. Bocsánatot kértünk a zsidóságtól. Ez egy megint messze vezető kérdés, mert kölcsönösen adtunk, vettünk, de annak kell kezdeni, aki rájön arra, hogy valamit nem jó, nem helyesen sem. Tehát bocsánatot a zsidóság. Bocsánatot kellett kérnünk az ortodox keresztény testvéreinktől. És itt tovább. Meg kellett vizsgálni a katolikus egyháznak a saját hozzáállását, viszonyát a zsidósághoz. Más keresztény és más nem keresztény vallásokat. Én csak felsorolnám, mert arra idő nincsen, hogyha a II. Vatikáni zsinatnak a tanítását nézzük, és nagyon sok intellektuális és internetet is használható kedves hallgatomban, javaslom mindannyiunknak, hogy üssék be a Google-ba www.katolikus.hu, akkor kijön a katolikus egyháznak a honlapja, ott keressék meg a könyvtárt, a könyvtárnál meg üssenek rá a II. Vatikáni zsinatnak a dokumentumaira. És akkor ott vannak felsorolva, elérhető, olvasható, idézhető formában, miről nyilatkozik a II. Vatikáni. Kedveseim, mi el vagyunk maradva ettől, ezt próbáljuk állandóan pótolni, de hát nem szabad elfelejteni, hogy közel 50 évig azért meg voltak láncolva a kezeink, meg a szellemünk is bizonyos érte. Miről tanít az egyház? Interverifik, dekrétum a tömegtájékoztatási eszközök. Hát egyszerűen tudomásul kellett lenni a katolikus egyház, akarja, nem akarja, vannak. Azzal vissza lehet élni, azzal nekünk is élni kell. Dogmatikus konstitúció egyházról, tehát az, hogy saját magáról mit mond, idéztem. A keleti egyházakról, az ökumenizmusról, tehát az, hogy a protestáns testvéreink valóban testvéreink és nem ellenségeink, tehát egy maximális nyitottsággal, szeretettel, megértéssel, tehát egy magatartás váltásról, hozzáállás váltásról van szó. Ez nem azt jelenti, hogy összekeverjük a szezont a fazonnal. 500 évet nem lehet csak úgy elkenegetni, de lehet újraolvasni, újra értelmezni és keresni azt, ami közös, és építeni az emberiség javára az, hogy az evangélium tisztán kerüljön az emberekhez. A papképzésről, az egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról, a keresztény nevelésről, a vallásszabadság. Kérem, roppant! A katolikus egyház és a kereszténység, amikor hatalmon volt, ugyancsak kétes módon kezelte a vallásszabadságnak a kérdését, kemény kézzel fogalmazva. Ma, mikor bizonyos vonatkozásban, kisebbségből, már azért mi is nagy vonalabbak vagyunk, és mindenkihez odaállunk, aki a lelkiismereti szabadságáért küzd, mert a lelkiismereti szabadságot nem emberi tekintélyt, hanem az Isten adta az embernek. És éppen ezért kell nekünk ezt szorgalmon támogatni. Az egyház missziós tevékenységéről, stb. És nagyon fontos, amit idéztem, az egyházi lelkipásztori konstitúció, az egyház a mai világ, hogy hogyan. Isten képpel szeretnék élni, hogy közül szomorúan. Korábban úgy gondoltuk, hogy az egyház a hajó, és mindenki ezen van, és mi vagyunk a kapitányok. Most rá kellett jönni arra, hogy van egy közös hajónk. És ezen mi is rajta vagyunk, meg a többiek is rajta vannak. És ennek megfelelően kell viszonyulnunk a környezetünkhöz. És ezért együtt megértve a másikra. Most miért furcsa ez nekünk, kedves? Én nem akarunk egy külön egyháztörténeti vagy magyar történeti fejezetet. Mi magyar katolikus, de protestáns hívők, itt nincsen keresztény hívők, a nagyon megkötő feudalizmusból jövünk. Polgári átmenetünk minimális, vagy legalábbis nagyon segélyszintű volt.
és a demokrácia, a népi demokrácia, a pártállamnak érdeke volt az, hogy meghagyjanak bennünket a korábbi gondolkodása, mondunk embert, akkor az oszd meg és uralkodj elvét ragyogóan lehetett a felekezetek között érvényesíteni. És most jutunk el egy belső szabadságba ahhoz, hogy ezt a kérdést is megpróbáljuk kinyitni, és őszintén. Nem tudjuk megoldani az első percekben, vagy az első, de az, hogy erről tudjunk bátran beszélni, és őszintén beszélni, hogyha nem férünk tőle. Tehát összefoglalva, a második vatikáni zsinat, amelyre oly sokszor hivatkozik a katolikus egyház, egy szembenézés volt, és egy tájékozódás volt, hogy hogyan tovább a megváltozott világba. Ezt próbáljuk magunkkal vinni. És akkor most már itt vagyok Ferenc pápánál, lehet, hogy nagyon rövid időre kell fogni az róla mondottakat. Ez az én megközelítésem, de vállalom meg a felelősséget. 1965-ben véget ér a második vatikáni zsinat, és ugye egy hosszú 50, most már 60-as évek felé megyünk, tehát majdnem fél évszázad eltelik, és mindig azt szoktuk mondani a második vatikáni zsinat. Szerintem a világegyházban, mert másként gondolkodik bizonyos vonatkozásban a latin-amerikai egyház, egy észak-amerikai, másként a keresztények Ázsiában, Afrikában, Kelet-Európában, vagy Kelet-Közép-Európában. Tehát mi késedelmesen tudjunk fölfogni még a problémát is, a probléma érzékelését is. De ahogy nekünk is kinyílt a világ az új szabadsága, egészen másként vagyunk érzékenyek ezekre a problémákra. És itt most már nagyon élesbe, ha lehet mondani a kereszténység számára, hogy mi minden válik problémássá. Az élet és a halálnak a kérdése. Hogy az életet meghagyjuk, már régen, de újabban az utolsó évtizedek, hogy az élet elvethető-e, megszüntethető-e. Annak megtartása elvétel, a szegénység és a gazdagságnak az égbe kiáltó problémája a világban, aztán helyileg is nyilvánvaló másként. A kizsákmányolás, az emberkereskedelem, a homoszexualitás kérdése, az egynemű pároknak a kérdése, a gendernek a kérdése, tehát kedveseim, egy statikus világban minden olyan egyszerű volt, hogy férfi, nő, ott a jó Isten, és akkor minden működik, és akkor egyszer csak szétesik az egész. És ebben a világ környezetben, ahol ráadásul még nyugodtan mondhatom, kisebbségben is vagy, mert milyen hatalom van az egyháznak a kezében? Semmilyen. És akkor engedjék meg ezt a rövid kis kitérőt. A 2017, mert az idő múlik, most már 18, novemberben voltam a Ferenc pápánál, Adlimina látogatáson, a püspöki falról. A Szent Atya körülvett bennünket, mint Kotlósi Csigréjét, egy nagyon kedves családi együttes volt, az jó két vagy három órát, és hát folyamatosan kérdeztünk. Ferenc pápa egyetlen mondatából, egyetlen szavából sem érkezett hozzá olyan üzenet, hogy mi olyan hatalommal rendelkezünk, hogy ebben a világban bármit meg tudunk változtatni. Mert nekünk ilyen világi hatalmunk, vagy ilyen beleszólásunk nincsen. Egy van, hogy az Istennek az emberre vonatkozó tanítását, kijelentését halálosan komolyan veszünk, azt megéljük, és az életünk példájával fölkínáljuk a környezetünkben lévő és élő és küzdő és szenvedő embereket is, és amit tudunk, megteszünk a szenvedőkért, mert más szó, más hatalom vagy más felelősség nincsen, ahogy mi ezt átadhatjuk. Tehát a pápa szavaiból egy fél
hogy mondjam, mondat erejéig sem csenget. A pápaság van olyan hatalmas, hogy majd letárgyalja az amerikai elnöket, meg az orosz elnöket, és akkor majd így lesz, és akkor népeket boldogítjuk. Ez a hajó elment, kereseim. Itt egy hajó van, Jézus Krisztusnak a hajója, amit a keresztény, ha beleszáll, és megpróbálja ezt megvalósítani, akkor az élete vonzásával, szimpátiájával tud gyógyítani, vonzani és meghívni másokat. Ez a lehetősége van. Na most innen érthető, hogy amikor a pápa szól, a magyar kurír, ugye itt is, hogy a médiumok mit hoznak. Azt szokták mondani, hogy a liberális média az ugye újjog a pápának, mert mindenkit fel akar szabadítani. Persze, Isten szabadságára, nem a szabadosságra. Aztán akkor a konzervatív keresztények, meg Jézus mámi ez a csecsemőben, vagy a fürdővízzel, a gyereket is ki fogja önteni. És nagyon nagy feszültség van a keresztényeken, a katolikusoknak belül. Vannak, akik azt gondolják, hogy a latin szentmise fogja megmenteni ezt a világot. Hát lehet, hogy én nagyon hitetlen vagyok, nem. Hanem Jézus Krisztus az élő. Aztán akkor meg az, hogy minél merevebbek, hogy nem is beszélünk a másikkal, vagy rá előtt, nem kedveség. Ezek a korszerűtlen viselkedésmódok, ezek elmentek először. A kereszténységnek is keresni kell azt a fajta bocsánatot, szóval, hogy a kénytelenből még gyalog, hétköznapi szavakkal megközelíteni, vonzóvá, szimpatikussá, kedvessé, örömtelévé kell tenni Jézus Krisztus evangéliumot. Egy szóval hitelessé, mert ha nem hiteles, arra az emberek nem mozdulnak rá. Na most, személy szerint Ferenc pápa, migráns szülők, latin-amerikai gyerek. Hát ez is egy állapot. Azt mondják a rossz nyelv, nem is tud igazán olaszul. Mert hát ugye a szívei kivándoroltak. De ez legyen a legkisebb ide. Én sem tudom, még más sem tud esetleg. Tehát ezer ilyen kis csacsiságok vannak. Kérem, a pápa nem világi papi szocializáció. Most ezt az én kedves jelenlévő hallgatóinknak meg kell magyarázni, mit értek én el. A katolikus egyház hierarchiáján belül van egy világi papi vonal, és van egy szerzetesi vonal, aztán meg természetesen laikus civil elemek is vannak. Na most a világi papi szocializáció az olyan, hogy valaki 18-20-30 éves korosra eljut arra a döntés, hogy ő szeretne szolgálati papság részesévé válni. Elmegy, és akkor teológiai képzést, illetve egy szemináriumi nevelést kap. És mindent összevetve azt kell mondani, hogy ennek megvannak a kötelező sablonjai, és néha bizony nagyon sarkos és szegletes lesz. És akkor az előírások, a törvény. Hát, kedveseim, azok kellenek, mert a pohárból is kifolyna a víz, és nem tudnék inni, tehát kellenek a törvények, de a pohár a vízért van, hogy azt összefogja, és ugye akkor tudjak inni, ha szomjas vagyok, nem mindenki. Tehát egy ilyenfajta nevelés, és akkor minél magasabbra jut valaki adott esetben az egyházi hierarchiában, pápa lesz, akkor próbálja visszamenőleg, hogy megtartatni a törvényeket, a szabályokat, stb. Ez egyfajta szocializáció. A pápa jezsuita. Szerzetes. Mondom én Bencés, mégis szerzetes, mert a Bencéseket sosem fel akarom, a jezsuitákat mi nem tartottuk. Szerzeteseknek Jézus társasága, újkori rend, nem monasztikusok. Hát ez csak humor. Kedveseim, teológiát tanultak, világi műveltségeket kipróbálták, tehát önálló személyiség, önálló egyéniség.
aki azt nézi, hogy mit kell megoldani, és nem azt nézi, hogy most milyen törvény van arra. A törvény mindig kullog a valóság után. Még az agyaszentekben. Egy törvény van Isten szeretete. Az is nagyon konkretizálható. Mert ha az életemet kell a másikért adni, azért az döglesztő. Az nem olyan egyszerű. És ez a törvény. Nos, hát ez a pápa, és azt kell mondani, hogy korrekt főpap volt, kihívója volt, illetve párhuzamosan ő már 16. Benedektet, tehát Ratzinger bíborossal párhuzamosan futottak. De ő akkor betegnek érezte magát, fél tüdeje van, azt tudjátok, és azt mondta, hogy nem tudja vállalni, inkább nem, legtöbbet kapott. És még egy valami, akkor is, és amikor az ő választása előkerül, akkor is elmondta azt, hogy az egyházban, a katolikus egyházban radikális, gyökeres változtatásokat kell végrevinni ahhoz, hogy az egyház ma és a holnap számára hiteles legyen. Tehát nem mondta, hogy mindannyian jámarat leszünk, semmi se változik, visszatérünk a középkorhoz, levegőt se fogunk venni, hanem azt, hogy minden Jézus Krisztus szellemében meg kell változtatni. Tehát ő korrekt volt a játékban, és innen van az, hogy ő ehhez ténylegesen, következetesen ragaszkodik, és így mondanám, hogy ő a sinat után az első pápa, aki nem retusál, ő konzervál, hanem bátran változtat, és hozzá kell nyúlni tabunak, meg nem kérdőjelezhető kérdéseket, mert az élet is ilyen. Az egyház pedig az életet akarja, és az üdvösséget szolgálja. Most bocsássák meg nekem, én valami nagyon egyszerűen próbáltam eldadolni. Ettől nem kell félni, ha ezt nem így csináljuk, akkor is rá fog kényszeríteni bennünket az élet. Mert az életnek van egy sajátos törvénye, hogy előrefelé és soha nem visszafelé megy. Most az a bölcs, vagy az az okos, aki ezt az előrefelé fölismeri. És próbálja azokat az értékeket, amely nélkül ember nem létezhet, az önmagához való helyes viszonyulása, a másikhoz való helyes viszonyulása, és a végső kérdésekhez, azaz magához, az Istenhez való viszonyulása, milyen legyen, hogyan, mihez kell ténylegesen ragaszkodni ahhoz, hogy magát Isten teremtményének, az emberi méltóságban megmaradónak meg tudja őrizni. Hát erről van szó a jezsuita pápánál, hogy más szocializációban részesül, és ő ezzel a szabadsággal, ezzel a keresztény bátorsággal próbálja fölrázni az embereket, az egyszerű híveket, egyszerű módon, és amikor arról van szó, hogy a világban korrupció van, vagy fegyverkereskedelem van, akkor nem mondja azt, hogy kedveseim, szeressétek egymást, hanem azt, hogy hagyjátok abba a fegyverkereskedelmet is. De, tehát az, hogy egész konkrét a provokációi van, és hát ez nyilvánvaló kellemetlen. Tehát sok vonatkozásban ezért a szó kimondásáért nem szeretik a pápát. Az én nagyon szerény, személyes meglátásom, adjon Isten neki még 4-5 esztendőt, hogy tudjon változtatni, hogy ebbe az irányba tudjon, mert ez az egyháznak a jövői. És itt nem arról van szó, hogy egy társulat önmagát minden áron fenntartsa. Ha meg vagyok győződve arról, hogy mondani valóban van olyan, ami az emberek számára fontos, akkor alakulnom kell, hogy ezt a mondani valót holnap is és holnap után is el tudjon mondani. Összegezve, a bennünket körülvevő világban, az embervilág rövid időn belül minden kérdésessé a keresztények számára kihívássá lett. A globális felmelkedés, a klímaváltás, annak következményei, az élet és a halál, ezt már elmondtam, az emberkereskedelem,
Egyrészt választ keresnek a keresztények az isteni kinyilatkoztatásból, magukat és az embereket próbálják menteni, keresik azt az alkalmas szót, amelyen megfogalmazhatjuk a remény és az öröm szavait. És akkor zárom újra azzal, amit a II. Vatikáni zsinatnak a világ, az egyház és a világ viszonyáról megfogalmaztak, az öröm és remény, a gyász és szorongás, mely a mai emberekben, főként a szegényekben és a szorongás szenvedőkben él, Krisztus tanítványainak is öröme és reménye, gyásza és szorongása is. Nincs olyan igazán emberi dolog, amely visszhangra ne találna szívünkben. És azt mondtam még a bevezetőben, hogy egy magyar példát, nagyon röviden, magyar kurírból, tehát abszolút katolikus forrásból veszem, Varga László kaposvári püspök Ferenc pápát idézve ezt mondja a kaposvári értelmiségnek. A keresztényeknek az ország lelkének kell lenni, mondta Ferenc pápa nyomán a püspök hozzátéve. Meg kell mutatnunk, hogy a hitből örvendező remény fakad, amely képes megváltoztatni a világot. Aztán a püspök beszélt arról is, hogy a hazugság létformáját fel kell számolni. A saját életünk hazugságait is, és a környezetünkben lévő hazugságokat is. Csak a hiteles kereszténység tud egy városnak, vagy megyének a lelke lenni. Ehhez a gondolat, a szó és a tett hármas egységére van szükség. Ha pedig bárhol csúszás van, akkor növeljük a hazugság kultúráját, akkor is, ha templomba járunk. Elég kemény szavak, ez nem olyan ízelgő dolog. Utolsó mondat, mindvégre az egyház a világunkban, hogy gyógyír, remény, szeretetet adjon a rászorulónak, és valamilyen módon tudatosítsa mindannyian, hogy Isten kordusai vagyunk, szükségünk. Köszönöm szépen türelmüket, figyelmüket, és ha megbotránkoztattam, már most a